Rekordok és struktúrák. Tömbmetódusok és struktúrák. Hogyan alkalmazhatjuk a tömbmetódusokat, ha a tömb struktúrákat tartalmaz? Struktúrákat nyilván nem lehet összeadni, nincsen maximális értékük, és így tovább. A metódusok a struktúrák mezőire vonatkoznak. Alkalmazásukhoz ki kell emelni a mező értékét a struktúrából. Ehhez szelektor függvényt használunk. A szelektor függvényt a tömbmetódus argumentumaként adjuk meg. Nem kell megijedni ettől a csúnya elnevezéstől, a tömbmetódusoknál megismert predikátum, illetve transformációs függvények készítéséhez hasonló módon fogunk eljárni. Emlékezzünk vissza arra, hogy a tömbmetódus az összes tömbelemre vonatkozik. Alkalmazása előtt tehát a fel nem használt tömbelemeket, leginkább például a nulla indexűt megfelelő értékkel kell ellátni. A metódusok bemutatásához hozzunk létre egy tömbmetódus nevű projektet, és adjunk hozzá az űrlaphoz egy parancsgombot, illetve egy címkét. A diákok szövegfájban lévő adatokat fogjuk feldolgozni, ezért másoljuk át ezt a fájlt a projekt BIN debug mappájába. Egy diák adatait a leszke első videójához hasonlóan struktúrában tároljuk. Név, magasság, tömeg és fiú mezőket deklarálunk. A struktúrák a diákok tömbbe kerülnek, a maximális index legyen legfeljebb 200. A tömb típusa természetesen T-diák. Ennel a diákok számát fogjuk jelölni. Az adatok beolvasása és tárolása teljes egészében megfelel a lecke első videójában használt utasítássorozatnak. Deklaráljuk a StreamReader objektumot, és megnyitjuk a szövegfájlt. Egy ciklussal addig olvassuk be a sorokat, amíg a fájl végére nem érünk. Egy sort a split metódussal felbontunk részekre, majd a temp tömb egyes elemeit beírjuk a struktúra mezőibe. Az eredeti nevet az első két mező összefűzésével kapjuk meg, beillesztve közéjük egy szóközt. A beolvasás végén lezárjuk a fájlt. A tömbmetódusok alkalmazásához a nulla indexet kivéve meg kell szabadulnunk a fel nem használt elemektől. Az eredeti értékek megőrzésével átméretezzük a tömböt, a maximális index n legyen. Először határozzuk meg tömbmetódussal a 170 cm-nél magasabb fiúk számát. Az eredményt a darab változóban tároljuk. A nulla indexű tömbelemet úgy hagyhatjuk ki a feldolgozásból, hogy lánynak tekintjük. Így már meghívhatjuk a diákok tömb count metódusát, amely az argumentumként megadott függvény által kiválasztott tömbelemeket számolja meg. Lássuk a függvény definícióját. Az argumentum egy a tömb elemeinek megfelelő, azaz T-diák típusú változó. A függvény visszatérési értéke logikai típus, ennek igaz értéke esetén kerül a tömbelem megszámolásra. A visszatérési érték meghatározásához a függvény nevet, mint változót használjuk fel. Értékét egyetlen logikai művelettel is megadhatjuk. A tömbelemet megszámoljuk, ha fiú, és ha a magassága nagyobb, mint 170. Ne felejtsük el, hogy a magasság mezőre hivatkozunk, amit a tömbelem azonosítójával minősítünk. A tömbmetódus hívásánál a függvény memóriabeli címét adjuk meg, melyet az address of operátorral érünk el. Ha kiírod az eredményt a címkére és futtatod a programot, remélem 17 ilyen fiút talál. Mivel a predikátum függvény visszatérési értékét nagyon egyszerűen meghatározhattuk, erre lambda kifejezést is használhatunk. Ez formálisan azt jelenti, hogy a függvényt a tömbmetódus argumentumaként adjuk meg. A function kulcsszó után zárójelben következik a tömbelemre hivatkozó azonosító, majd egy olyan logikai kifejezés, amely kiválasztja a megfelelő elemeket. Ez pontosan ugyanaz, mint amit a külön függvény definícióban alkalmaztunk. Kiírjuk az értéket a címkére, a programot futtatva remélem most is 17 adódik eredményül. Vegyük észre, hogyha a diákok adatait 4 különböző tömbben tárolnánk, akkor semmiképpen nem használhatnánk tömbmetódust. A predikátum függvényben ugyanis nem hivatkozhatunk más tömbökre. Struktúra alkalmazásával ezt a korlátozást elkerültük.
Az összegezés tömbmetódusának alkalmazásához határozzuk meg a diákok BMI értékének átlagát. Mint tudjuk, a testtömegindex a kilogrammban mért tömeg és a méterben mért magasság négyzetének a hányadosa. A nulla indexű tömbelem mezőit itt is a célnak megfelelő értékekkel látjuk el. A tömeget vegyük nullának, ekkor a hányados értéke is nulla, ezért nem befolyásolja az összeget. Mivel a magasság négyzetével osztanunk kell, legyen például 1. Az összegezés tömbmetódus argumentumaként olyan függvényre hivatkozunk, amely meghatározza az aktuális diák BMI indexét, azaz az előbb említett képlet értékét. Rövidebben írhatjuk fel magát a kifejezést, ha minősítő blokkot használunk. Ügyeljünk arra, hogy a BMI index lehet tört szám, ezért a transformációs függvény visszatérési értéke single típusú. Az átlagot úgy kapjuk meg, hogy az összeget osztjuk az adatok számával. Ha futtatod a programot, akkor remélem 19,00685-öt kapsz. Ezt a feladatot is elvégezhetjük lambda kifejezéssel. Szintaxisa megfelel az eddig látottaknak, csak a kifejezést cseréljük le a BMI indexet meghatározó képletre. A kiírt értéket kerekítsük 2/10-esre. Remélem nem felejtetted el, hogy ezt a toString metódus hívásával tehetjük meg. Az F a fix pontos alakra utal, a 2 pedig a kívánt tizedes jegyek számát határozza meg. Ügyeljünk arra, hogy ezt a metódus ne az N-re, hanem a hányadosra alkalmazzuk. Ezért a hányadost zárójelbe tesszük. Következő példaként keressük meg a legkisebb tömegű diákot. A nulla indexű elem tömegének adjunk egy nagyon nagy fiktív értéket, biztosan nem ez lesz a minimum. A min tömbmetódus hívását az eddigiekhez hasonlóan végezzük el. Nem is definiálunk külön függvényt, mindjárt lambda kifejezést alkalmazunk. Valójában ez az igazi szelektor függvény, hiszen kiválasztjuk a struktúra típusú tömbelem egy mezőjét. Mint látjuk, a predikátum függvény, szelektor függvény, transformációs függvény elnevezésnek az alkalmazásnál nincs sok jelentősége. Struktúrák esetén egy megadott értékkel, például a minimális tömeggel rendelkező diák meghatározásához nem használhatjuk az index of függvényt. Ennek argumentumában ugyanis nem szerepelhet predikátum függvény. Így a find index metódussal jutunk célhoz. Ez, mint tudjuk, osztálymetódus, tehát az osztály nevével minősítve kell meghívni. Első argumentuma a tömb neve, megadhatjuk azt is, hogy mely indexű tömbelemtől kezdjük a keresést, végül következik a megfelelő elemet kiválasztó lambda kifejezés. A diák tömege legyen egyenlő az előzőleg meghatározott minimális értékkel. Az eredményt írjuk ki a címkére. Ha futtatod a programot, akkor Petróci Virágra akad rá 41,3 kg-mal. Ő lány. Melyik a legkisebb tömegű fiú? Feltételes minimumot keresünk. A nulla indexű, érvénytelen adatokat tartalmazó tömbelemet úgy hagyhatjuk ki a legegyszerűbben, ha lánynak tekintjük. A min tömbmetódus argumentumaként a min fiú függvényre hivatkozunk. Lássuk ennek definícióját. A függvény visszatérési értéke olyan adat legyen, amely fiúk esetén megegyezik a diák tömegével, lány esetén pedig biztosan nem lehet a minimális érték. Így valóban a fiúk tömegének a minimumát kapjuk meg. Melyik ez a fiú? Az előbb látott módon a find index metódust alkalmazzuk. Mindjárt lambda kifejezést használunk, a diák legyen fiú, tömege pedig egyezzen meg az előzőleg meghatározott minimummal. Ha kiírod az adatokat a címkére és futtatod a programot, akkor Kovács Gergely kapod 42 kg-mal. Mint tudjuk, a lambda kifejezésben egyetlen egy kifejezés szerepelhet. A min tömbmetódus argumentumában ezért hivatkoztunk egy külön függvényre, amely egy feltételes elágazást tartalmazott. A Visual Basic-ben azonban ezt is helyettesíthetjük függvényhívással,
azaz egyetlen kifejezéssel. A tömmetódusoknál már láttuk, hogy erre az if függvény alkalmas. Használatának módja pontosan megegyezik például az Excel ha függvényével. Az első argumentum egy logikai érték, ami persze lehet összetett logikai műveletsor is. Ha ez igazat eredményez, akkor a második argumentum, hamis esetén pedig a harmadik argumentum lesz az if függvény visszatérési értéke. Az itt látható lambda kifejezés hatása tehát pontosan megegyezik a külön definiált függvénnyel. A diák indexét az előbbi módon határozzuk meg. Ha kiíratod a képernyőre, remélem, ismét Kovács Gergelyt kapod. Az eldöntés algoritmusára vonatkozó példaként határozzuk meg, hogy minden diák alacsonyabb-e egy előre megadott H centiméternél. Itt is foglalkoznunk kell a nulla indexű tömbelem értékadásával. Olyan magasságot adjunk meg, amely biztosan megfelel a feltételnek. Legyen például nulla. A H-t beolvashatnánk egy szövegdobozból is, most azonban a forráskódban adunk neki értéket. Először legyen 200. A kérdésre az all tömbmetódus válaszol, melynek argumentumaként ismét lambda kifejezést használunk. Ha az aktuális tömbelem magasság mezője kisebb, mint a H, akkor megfelel a vizsgált feltételnek. Az all metódus visszatérési értéke akkor igaz, ha ez a feltétel minden tömbelemre fennáll. Most már én is futtatom a programot. Remélem, minden kérdésre az előbb említett válaszok adódnak. Írjuk át a H értékét 160-ra. Ennél magasabb diákok is szerepelnek az adatok között, ezért most az utolsó kérdésre válaszként a nem minden diák alacsonyabb 160 cm-nél üzenetet kapjuk.